Köszöntöm kedves nézőinket! Ez itt a Pécsi Kör mai műsorunkban. Belenézünk Takács Eszterék báb előadásába. Ellátogatunk Somodi Péter, aztán Horváth Gergő kiállítására. Belekukkantunk a kecskeméti Katona József Színház előadásába is, végül pedig a programajánlóval búcsúzunk. Tartsanak velünk! Takács Eszter és Juhász Kristóf közös gyerekműsorukkal, az első Puszi című zenés bábjátékkal érkezett Pécsre. Lássuk, hogyan született az előadás, és hogyan kezdett gyerekdalok írásába a pécsi énekesnő. Lalika a legügyesebb óvodás kisfiú az egész világon! Akrobatikus mutatványokra képes tud csinálni hátra szaltót! Lalika hepp! Előre szaltót! Lalika hopp! Oldalra szaltunk, Lalika hip-hop, Lajos, szedd össze magad, ne vágj itt fejben, Esztert! Lilike és Lalika története egy utazás történet Juhász Kristóf tollából. Ez az utazás, már kezdve az óvodába indulástól, különböző nehézségek elé állítja a főhősöket. Megérkeznek az óvodába, ott se problémamentes az élet, mert Lalika belelöki Lilikét az óvodakertben lévő tóba, hogy aztán kimentse őt onnan. Akkor ágyba kell dugni őket, hogy ne fázzanak meg, aztán mire fölébrednek az óvodát, ellepik a tetük. Akkor valahogy ezt a problémát is meg kell oldani. A békától, aki a kerti tóban él, kérnek tetűírtó kenceficét, de közben Lilike bepottyan a tóba, és ellopja őt a csőkígyó, aki az óvoda alatti csőrendszerekben él. Itt már egy egészen alvilági utazás történik. Nem akarok minden titkos részletet elárulni, de a lényeg, hogy végén visszakerülnek az óvodába, és szép happy end is lesz. Takács Eszter dalai egészítik ki a prózai részeket. Ezek a dalok már egy 5 évvel korábbi gyereklemez ötlete nyomán elkezdtek összeállni Eszter fejében, de ez a műsor adott lendületet, hogy valóban meg is szülessenek. Úgy gondoltam, hogy gyereklemezt csak bizonyos emberek tudnak csinálni, vagy ilyen gyerekdalokat. Hogy azt gondoltam, hogy annyira elvontam úgy is, amiket úgy írok, vagy amilyen zenei köntösöket csinálok, hogy azt gondoltam, hogy ezt én sem fogom úgy élvezni, hogyha megpróbálok másképp írni, vagy egy kicsit más dallamokat. És ez tényleg az kellett, hogy az évek alatt a saját felnőtt műsoromban is egyre vidámabb dalokat kezdtem el írni. Mert hogy azért egy gyerekdal az nem szomorú, hanem vidám, meg a ritmikailag is úgy más, és meg élénkebb az egész. És akkor ez így sikerült, hogy beépült belém az, hogy már nem csak ez a melankolikus, hanem ez a szórakoztató, vidám, meg ez a happy feeling van. És akkor így már azt éreztem, hogy elkezdtem megszeretni azokat a dalokat is, amit 5 éve úgy félretettem, hogy hát ez most így nem biztos gagyi vagy valami, és most már nem érzem gagyinak, hanem hogy ezek így életre keltek. Kibővültek a dalok is, így a báb előadás miatt, meg valahogy ez most ért be ez a dolog, hogy ilyet csináljunk. És tavaly volt annyi luk is így a zenei életemben, hogy így tudtunk ezzel foglalkozni így sokat.
Ez az előadás egyébként Juhász Kristóf egy korábbi hasonló projektjének mondhatni a folytatása. Abban az előadásban is háztartási hulladékokból készültek, gyakorlatilag az újrahasznosított bábok. Ahhoz még kapcsolódtak olyan foglalkozások is, hogy a gyermekekkel bábot készítettünk. Hozattunk velük az óvodába petpalackot, meg mindenféle vicket, vackot, és volt egy közös bábkészítő rítusa a végén. Ezzel még nem történt ilyen, de lehet, hogy fog, szeretnénk. És ezzel végeredményben az újrafelhasználás hasznosságára hívjuk föl a figyelmet szép és jó gyerekek módjára. Ha tetszik egy lány, légy vele kedves! Kínáld meg a kajádból! Szedd ki a beleragadt bogácsot a hajából! Figyelj neki ajándékba virágot, fát, fűt! Ezted, fiamba, a szerelem fű. Az első puszi egy külön gyereklemezként és mesekönyvként is meg fog jelenni az ősszel. Éppen ezért az előadás is inkább a koncertes irányba tolódik. De lesznek olyan gyerekkoncertek is, ahol lesz a zenekar, majd így ahogy felépül, így, hát őszre már ugye, vagy egy lemezbemutató, vagy ilyesmi, akkor már például jön Kristóf mellé az öcsém is bábozni majd, hogy ott már nem lesz elég ő sem egyedül, mert sokféle figurát szeretné megmozgatni. Valahogy ez kicsi formában hasonló, amit most csinálunk, mert ez most más, mint ahogy tavaly játszottuk ezt a darabot, mert az inkább színház volt, inkább próza, most meg már egyre zenésebb. Mert most már lelkileg is erre a koncertre készülünk, hogy ez már félig bábelőadás, de már félig ez a gyerekkoncert hangulat, több a zene benne, most már alázenélek a narrációnak is, vagy a sztori mesélésbe. De tavaly például én is beszéltem, meg báboztam, most például inkább zenélek. Takács Eszterrel készült hosszabb interjúnkat az Ismerős című műsorunkban nézhetik meg. Most pedig folytassuk egy kis képzőművészettel. Új kiállítás nyílt a Nék Galériában. Somodi Péter, Mungácsi díjas festőművész, Teza és Én című kiállításán nézhetjük meg legújabb festményeit. Bő fél éves munkatermése látható a falakon. Somodi Péter legfrissebb alkotásai tavaly év nyarától a kiállítás megnyitásáig. Keletkezésüket tekintve újak a képek, ugyanakkor viszont a téma, a tematika az nem teljesen új. Azért ez a dolog, ez 3-4 éve tart már, hogy rácsokkal és az alájuk, föléjük rendelt ilyen képelemekkel próbálom a képnek a tulajdonképpen a világát kialakítani. Úgyhogy technikailag van benne talán egy pár olyan új elem, amiben megint visszahoztam anyagokat, amiket beépítek a képfelületbe. Idestóval elég régi, 4 éve használok rácsokat, aminek ugye rengeteg olvasata van. Hát most nagyon könnyű és szomorú az a szituáció, amiben a legújabb olvasatát valószínűleg a legtöbben látják. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy a legklasszikusabb képfelület is vászon, és ha azt mondom, hogy a kép szövetének, ami ugye a létrehozó síkokat is jelentheti, annak sűrűbb és ritkább rácsok ugyanúgy lehetnek képszervező elemei, mint maga a hordozó felület, a vászon, akkor azért nem olyan rejtélyes dolog, hogy mondjam, odáig eljutni, hogy miért van helye különféle rasztereknek, rácsoknak, csikozatoknak egy festményen. Természetesen nem minden festményen, de nálam most ez 4-5 éve feltétlenül aktuális. Egy művész
igazából elszomorodhat, mert az, hogy egy ilyen modernkori népvándorlás kapcsán kezdik el észrevenni először, hogy mivel dolgozik, ez is egy kicsit a korunk bélyege. A Rács felületekkel 4 éve foglalkozik, de már 16 éve megtalálhatjuk nála a cseppformákat, amik ezeken a képeken szintén lényeges szervező motívumok. Szívesen el is hagyom őket néha, máskor meg nem tudom őket elhagyni. Ez olyan dolog, mint amikor egy autógyártónak ráismerni a 4-jel megelőző típusának a karosszéria elemeire is. Nehezen tudja az ember magát kivetkőzni bizonyos viselkedésformákból, és némelyikor meg nem is akarja. Tehát van, amikor megpróbálok kifejezetten hivatkozni, visszanyúlni ezekhez a formákhoz. Ezek egyébként akkoriban úgy jöttek létre, és az volt az értelme, hogy sokféle ilyen cseppforma alakzat volt, amelyeknek a karaktere, a személyisége egymáshoz képest más volt. Volt köztük férfiasabb, nőiesebb, szomorkásabb, dacosabb. Úgyhogy ezek, na most azóta viszont ezek a formák, ezek nem a spontán folyadék folyásnak a következményeként alakulnak ki, hanem egy kicsit így átidéztem, átemeltem őket egy másik mediális felfogásba. Ezeknek a nagy része most kimaszkolt formák, kimaszkolt alakzatok, amelyek tulajdonképpen úgy vannak felfújva, vagy felfestve a képre. A képeknek egy részén próbálom, vagy így megjelenik még a régi öntött forma, de az kevésbé jellemző, tehát hát hogyan mondjam ezt, némelyikor olyan érzésem van, mintha egy régi akusztikus dal most elektromos gitáron lenne előadva. A képek technikai megvalósulásából fakad a kiállítás címe Tesó és én. Ragasztószalagot hívják tezának, amivel a legtöbb helyen a maszkolásokat készítem. Ezzel a teza ragasztószalaggal október óta annyi időt töltöttem körülbelül, mint a családommal. Így aztán ez lett a kiállítás címe, mert ez egy elég hiteles, vagy hát hiteles, talán vicces formája annak, hogy hogyan is zajlott ez az elmúlt fél év. A Zsollai Színház sorozatban legutóbb a Kecskeméti Katona József Színház Macska forró bádog tetőn című előadását láthatta a közönség. A két főszereplővel, Trokán Nórával és Szemenyei Jánossal beszélgettünk. Tudok valamit, ami még frissebbé tenni. Csodát. Alkoholos bedörzsölés vagy bedörzsölés könyvvel. Az jó edzés után, de én most nem edzettem meg. Megőrizted az alkodat ennek. Úgy gondolod? Te vagy az egyetlen részeges ember, akit ismerek, és semmi zsírt nem szeretek. Búlok megint. Hát előbb-utóbb megpújít. Éppen elkezdtem megpújítani Skippert is, amikor... Sajnálom, bocsánat. Tennessee Williams Pulitzer díjas története a Macska a forró bádok tetőn egy amerikai déli család problémáiba enged betekintést. Főként Brick, a kiöregedett futballsztár és felesége Maggie viszonyán keresztül. Nagy titok övezi az első felvonásban az ő kapcsolatukat, hogy mitől romlott meg, és ez csak a végén derül ki. És ezt a titkot kell végig tartani, és azt a túlélést, amivel ez a nő rendelkezik, vagy hát ez a túlélés, amit ő eldöntött, hogy ezt végig fogja vinni. Az amerikai történetet Ambrus Mária és Zsótér Sándor úgy fordította, hogy egy magyar családdal találkozzunk a színpadon. A mai hazai helyzetekre való utalások mellett a szereplők neve is magyarosítva van helyenként, Maggie például Margit ebben az előadásban. Ez olyan, mintha becsuksz egy ajtót és be is zárod egy égőházba, apa reménykedve, hogy elfelejted, hogy a ház ég, de nem szembenézni a tűzzel. Az nem kapcsolja ki a tüzet, a csend valamiről, csak megnagyítja, növekszik, rohadt
kapcsolni, mert rossz indulatú lesz. Öltöz fel, hogy... Támaszkodj rám. Nem csak adj a makomat. Támaszkodj a vállát. Nem akarod a vállát, támaszkodj a makomat akarod! A férfi főszerepet Szemenyei János játssza. Harsány karaktereket szoktak rámosztani, és ezért is érdekes, hogy Zsótér Sándor engem választott erre a szerepre. Pláne, hogy elhangzik Brickről, hogy ő egy atlétikus, sportos, kidolgozott, felsőtestű sportoló gyakorlatilag. Én is járok edzeni, de hát azért azt nem mondható rám, hogy én egy ilyen nagy, izmos, kigyúrt férfi lennék. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy milyen a belső kisugárzása. Mondjuk nem szeretem ezt a szót, a lényeg az, hogy ő és a felesége közt van egy olyan fajta viszony, hogy a felesége halálosan szerelmes belé. Brick pedig inkább egy visszafogott karakter. Szóval ezért izgalmas nekem ezt játszani, mert inkább vissza kell fognom azokat az energiákat, amik jönnének belőlem. De ezeket az energiákat szerintem a Zsótér Sándor által, hogyha jól megy az előadás, akkor sikerül összpontosítani és egy kupacba szedni, hogy aztán, amikor viszont kitör Brick, akkor az erőteljes legyen. A kiöregedett alkoholista futballsztár Brick gyakorlatilag a darab mozgatórugója. Gyakorlatilag rajta keresztül jön rá az apja, hogy halálos beteg, amit mindenki titkol. Tehát az egész családja titkolja az apja elől, hogy halálos beteg, tehát rákos, csak az apja nem tudja. És gyakorlatilag a fiú, ő az, aki ezt elmondja neki. Hogy teszed az italomat? Utóbbi időben a hangod mindig úgy hangzik, mintha szaladnál fel a lépcsőn figyelmeztetni valakit, hogy ég a ház. Ez nem csoda. Ez nem csoda. Tudod, hogy érzem magam, Brick? Egész idő alatt úgy érzem magam, mint egy macska. A forró bádok tetőről. Rugolj le a tetőről meg. Rugolj le róla. Macskákra tudnak ütölni a tetőről, és sértetlenül a négy lábukra. Tedd meg az Isten szerelmére, tedd meg! Tenni mit? Szeres szeretőt! Nem bírom látni egyetlen férfit sem, csak téged. Még csukott szemmel is csak téged látlak. Brick, miért nem csúnyultál meg? Miért nem lettél zsíros, vagy csúnya, vagy akármi, amit én ki nem állok? Csináld végig magad! Brick, ne folytasd a kínzásomat! Én nem bírom érni a felét! Fiam! Mi van, anya? Ó, fiam! A legszebb híreket kaptuk mindegyiről! Csak elrohantam, hogy egyenesen tőlem tudhatnak! Mit csinál ez az ajtó? Be van szállva? Itt a Brick öltözik, még nem öltözött fel. Rendben, nem először láttam Bricket, nem felöltözve rá. Gyerünk is, álltok ki az ajtót! Arról van szó ebben az egész darabban, hogy azt nem bírja Brick elviselni, akit én játszom, hogy csupa hazugságban működik az élet. Tehát mindenki hazudik mindenkinek, senki sem őszinte egymáshoz, és egyszerűen így nem lehet embernek maradni. Ő neki van egy nagy tragédiája, volt egy barátja, aki meghalt, méghozzá egy elég furcsa viszony miatt, ami kettejük között alakult ki, két férfi között, ráadásul abban a korban, abban a helyzetben ez sokkal inkább elfogadhatatlan volt, és Brick sem meri magának bevallani, hogy valójában milyen érzelmek fűzték ez a másik férfihoz, és miután ez a férfi szerelmet val, és meghal, gyakorlatilag halálra issza magát, nem bírja ezt a terhet viselni, és ő is alkoholizmusba fullad. Az első felvonásban Megivel, a feleségével, akivel egy ilyen áll kapcsolatban él gyakorlatilag, csak így ott van, vegetál, megpróbál túl lenni az egész beszélgetésen, ott vannak az apjának a 65. születésnapi bulián, amit itt teljes mértékben próbál ignorálni. De amikor a második felvonásban jön az apa, mert ő mindenképpen a fiával akar beszélni, ugyanis azt hiszi, hogy megmenekült ebből a betegségből, és azért akar vele beszélni, mert hogyha gond lett volna, akkor ő bizony a birtokát ő ráhagyta volna, és megpróbálja lebeszélni erről az alkoholizmusról.
És amikor az apja addig piszkálja Bricket, amíg egyszer csak Brick elcsattan, és annyit piszkált az apja ezzel az alkoholizmussal, és aztán a végén benyomja azt a szöveget, hogy már pedig kettőtök közt ezzel a fiúval Skipperre több volt, mint barátság, hogy egyfajta bosszú is van Brickben, amikor visszavág az apjának azzal, hogy te pedig halálos beteg vagy, és itt őszintének kell lenni egymáshoz, én vagyok az egyetlen ember, aki őszinte hozzád. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon kemény történet. A Zsótér Sándor rendezésében megszületett kecskeméti előadást a Post versenyprogramjába is beválogatták, szóval találkozhatunk még a produkcióval Pécset nyár elején is. Még soha nem ért kikörözni. Ez nem fel. Fel vagy nem fel, csak meg akarom tőled egy kérdés. Boldoggá teszed Bricket az ágyban? Miért nem azt kérdezed, hogy boldoggá teszed? Ez oda vissza nincs, hogy rendben. Te gyerektelen vagy, és a fiam iszik. Miss Molly! Mikor egy házasság sziklákra fut, a sziklák ott vannak. Na, ez nem fel! Következzen megint egy festőművész. A művészeti kar egykori hallgatója Horváth Gergő egy ideje nem hallatott magáról. Most friss festményeit mutatta be a Maláta bárban állandó változó című kiállításán. Ablakok és növények, ezek a motívumok a főszervező erői Horváth Gergő két új sorozatának. Ezekkel kezdett kísérletezni az elmúlt hónapokban, és e kísérletek eredményeit láthatjuk a Maláta sörbár falain. Modellül szolgáltak különböző szobanövények, amiket kellett növesztenem ezekhez a képekhez. Megvilágítottam egy-egy ilyen szobanövényt, és dokumentáltam több hónapon keresztül a változását. Azért kellett megvilágítanom, mert a növény hátuljához erősítettem egy vásznat, amire a növénynek a vetett árnyéka megjelent, és annak a változásait, ahogy nőtt a növény, mindig le tudtam képezni egy finom tusrajzolattal. És minden nap egy változást le tudtam képezni. És ahogy teltek a hónapok, úgy egyre nőtt a növénynek a körvonala, másfele nőtt, és gyakorlatilag nagyon a meglepetések mellett rengeteg nehézséggel kellett szembe nézni. Az ablakos sorozatnak nincs ilyen kísérleti jellege, de hasonló festészeti technikával dolgozott. Ez még egy nagyon friss sorozatnak a kezdete. Ezt még nem is nagyon látom át, főként korábbi élményeimből próbálok meríteni, és ezekben a közös, csak az ablaknak a formája, különböző ablakoknak az átdimenzionálása vászonra. De ez is úgy jelenik meg, hogy már nem a 2-3 évvel ezelőtti, vagy akár 2 évvel ezelőtti festészeti nyelvezetet használom. Megpróbáltam belevinni újításokat, technikai újításokra gondolok főként, és egy sokkal letisztultabb formában szeretnék dolgozni a későbbiekben is.
Inkább a saját helyzetemet próbálom vizualizálni némelyiknél, de némelyiknél pedig csak egy 20 éves emlék, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, azt próbálom meg képre vinni. De ez még nem áll össze nekem, mint egy sorozat, inkább egy technikai sorozat. Ezáltal megpróbálom egy központi téma, vagy központi elem köré rendezni ezeket a gondolatokat, és innen jött az ablak, hogy legyen egy ilyen fő motívum, amivel beleillesztem ezeket a dolgokat. A növényes képekre reagál inkább a kiállítás címe, állandó változó, de mindkét sorozatban állandó változóként jelenik meg a festő maga. Egyszerre dolgoztam rajtuk mindegyik képen a műteremben, volt, hogy 5 vagy 6 munkán tudtam egyszerre dolgozni. Mindig ki kellett várnom a száradási időket, gondolkoznom kellett, hogy hogyan építsem tovább a képeket. Horváth Gergő kiállítását még május 19-éig nézhetjük meg a Malátában. Most azt hiszem, hogy 5 képen nagyon-nagyon megszenvedtem, hogy újra lefestettem, átfestettem, realapoztam, nem dobtam ki semmit, újra nekiálltam. Körülbelül 5 képen nagyon inkább a küzdésnek a nyomai látszódnak, mivel kimaradt egyfajta gyakorlat a diploma megszerzés és a mostani kiállítás között. Most pedig lássuk, hova érdemes ellátogatnunk az elkövetkező napokban, ha kulturális kikapcsolódásra vágyunk. Kezdjük ajánlónkat a képzőművészetekkel. A tavasz beköszöntével mindenki aktívabb lett, így a galériák is sorra nyitják új kiállításaikat. Már látható az Alajos utcai közművelődési alapítványnál Stekli Zsuzsa Tűzzománc kiállítása, és a civil közösségek házában 3 művészeti karos hallgató Eleret című tárlata. 8-ától megnézhetjük a Texter galériában Mészáros Dénes fotóit, valamint Nagy Szilvia Világomban című kiállítását a Vizuális Nevelésért Alapítvány Jókai téri kiállító terében. 9-én pedig este 8-kor nyílik Pup Dorottya In Two című kiállítása a szobában. A zenei kínálat a 7-ei The Lucky's Nappalis koncertjével indul. Ugyanitt egy nappal később a köztársaság bandája áll majd a színpadon, és a műsoruk után folkocsma jelleggel húzzák a talpalávalót, ameddig bírják. Szintén 8-án hallhatjuk az Ózómamát és az amerikai Fat Fingers-t az Estkaféban, az E78-ban pedig a Rutkai Bori és a Kis Totált, illetve a Szabó Benedek és a Galaxisok zenekarokat. 9-ét egy jó lemezbőrzével indíthatjuk a nappaliban, délelőtt aztán este a Fixi Four fog jammelni. A szabad kikötőben elmehetünk az MSU 613 koncertjére, vagy választhatjuk a Kodályban a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjét. A műfajnál maradva a jövő hét elején 12-én délután 5-kor kezdődik majd a Liszt Ferenc Zeneiskola növendék hangversenye a Művészetek és Irodalom házában. Lássuk továbbá a színházi programot. Ugyancsak a Művészetek házában 13-án lesz a Pécsi Playback Színház áprilisi előadása. Ezen az estén lesz az áprilisi Slam Poetry Club is a nappaliban. Harmadik színházban 11-én és 12-én láthatjuk a Pannonvár Színház vendégelőadásában az Ékuszt. A Bóbitában 9-én a Hüvelyk Matyit játsszák, a Jazzben 13-án a Bált. Végül pedig lássuk, mit kínálnak a mozik. Láthatunk egy amerikai vígjátékot a Főnök címmel, egy szintén amerikai, de orosz koprodukcióban készült akciófilmet, a Hardcore Henryt, valamint egy belga-francia animációs filmet, a Robinson Crusoe-t. Ez volt már a Pécsi Kör. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig is szép napokat!